Gondosan csomagolják az édességeket a bólyais diákok. Próbáltak minden zacskót egyformán megtölteni. November eleje óta gyűjtik a csokit, szaloncukrot, apró ajándékokat, hiszen a példaegyesülettel együttműködve idén is elhatározták, hogy segítenek a rászoruló gyerekeken. Hozz egy csokit a magadéból, ez volt a gyerekek szlogenje, és az első évben elmentünk egész Budapestig, és az ottani rászoruló óvodásoknak vittük az ajándékokat, de úgy éreztük, hogy itt a közelben is vannak rászoruló gyerekek, és ezért a Példa Egyesület pedig segít nekünk abban, hogy ezek a csomagok tényleg a rászoruló gyerekekhez jussanak el. 250 csomagot sikerült összeállítani a tanulóknak, ami azt jelenti, hogy 250 rászoruló gyerek cipőjébe is kerülhetett ajándék december 6-án. A csomagokat dobozokba tették a tanulók, majd átadták a Példa Egyesület képviselőinek, akik autóba tették és eljuttatták a rászorulóknak. Csatlakoztunk egy országos kezdeményezéshez, a Fogadj Örökbe egy óvodát, és mi megkaptuk a Szavai óvodát, ami a Siklósi járásban található Magyarországon, egy 650 fős kis település, halmozottan hátrányos gyermekekkel. 50 csomaggal őket is megajándékozták. Ezen kívül a családok, valamint a gyermekek átmeneti otthona lakói és a Karolina Kórház gyermekosztályán lévő gyerekeknek is ajándékoztak csomagokat.